Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Megérkeztünk a Colosseumhoz, és hát reggel 9 óra van, elég korán keltünk, már fél hétkor felkeltünk, de hát már tömeg van, úgyhogy most keresünk gyorsan egy turinformot, és meg tudjuk venni a jegyeket. Elfelejtettük azt a fontos információt, hogy ma első vasárnap van, így a Colosseumban ingyenes a belépés. De ennek ellenére jegyet kellett váltolnunk, itt ezt a Palatinium résznél tudjuk megtenni, úgyhogy már meg is kaptuk a jegyeket, ez az. Úgyhogy indulás, irány a Colosseum! Amit mi nem tettünk, szerencsére, mivel voltunk olyan okosak, úgymond, hogy megkérdeztük a turinformot, hogy hol lehet jegyet megvenni, ami kb. 2 perces művelet volt, úgyhogy ezt még kikerültük. Utána vissza a Colosseumhoz kiállni egy kisebb sort, security, majd utána még egy ellenőrző checkpoint, és utána lehet bejönni. Itt vagyunk Róma egyik legnagyobb és leghíresebb szimbólumába, a Colosseumba, ami az egyik legnagyobb amfiteátrum, és a római birodalom idejében épült. Gladiátor játékokat, állatviadalokat, sőt, még itt rendezték a kivégzéseket is. Érdekessége az, hogy itt minden lakos ingyenesen bejöhetett igazából, de ennek ellenére minden lakosnak megvolt egy sorszáma, úgymond, hogy hova ülhetett le, hol helyezkedett el az ülőhelye. Alul helyezkedtek el a gazdag és híresebb emberek, majd egyre fentebb helyezkedtek el a szegény emberek. Lent volt a pince, ahol laktak a gladiátorok, és itt az egész nem így nézett ki anno, hanem az egész egy sík terület volt, és ott játszották a gladiár játékokat. Hogy oly sok ember halála után, a következő császár, egy keresztény császár itt betiltotta a játékokat, majd utána be is záratta az egész Colosseumot. Mert hogy milyen érdekes is a világ, innen a Colosseumba hordták el a köveket és az egyéb metál eszközöket, hogy felépítsék a Szent Péter Bazilikát. Ennek következtében ment tönkre ennyire a Colosseum, és persze a földrengések miatt ennek következtében rombolódott le itt a déli rész egy hatalmas földrengés miatt. Igazából egyáltalán nem lehet itt árulni. Ezt láthattuk most, ott van a rendőrök. Nekik engedélyük nincsen, semmiük sincsen, sőt, mi meg is lophatnak titeket, úgyhogy ha ilyen árusokat látok, kérlek, ne vegyetek tőlük semmit. Nem ajánlott, drágán adják, és akár lopottak is lehetnek. Forum Romániumon,
Ez a Kapitólium és a Palatinus dom között terül el, valamint a Kolosseumtól nyugatra. Ez volt Róma központja, itt volt a ítélkezés, itt volt a politikai helyszín, valamint a kereskedelemnek a központja is itt volt. Nem akarok nagyon belemenni a történelembe, inkább csak annyit mondok és mutatok meg nektek itt a Forum Románumból, hogy itt megtalálható sok-sok szent, megszentelt templomai, palotamaradványok, diadalívek, és még sorolhatnám. Igazából ez egy régészeti paradicsom, mivel még most sem tárták fel egészen, úgyhogy még mindig új lehet számunkra. On the edge, we fight and make love at the same time. Would you break up just because I told you what I did last night? Elköszönök tőletek, számunkra ennyi volt mára. Borzalmas hőség van, úgyhogy mi keresünk egy hűvös helyet, egy hűvös éttermet, és eszünk valami olaszos ételt. Pár jó tanács, még egyszer. Első vasárnap ingyenes a Kolosseum és a Forum Romano, a belépés. Második, hogyha nem tudtok venni online jegyet, akkor inkább menjetek egy Turinformba, vagy az első kisebb jegypénztárhoz, mint direkt a Kolosseumhoz. Ez a belépő. Ezt ott meg tudjátok venni, amivel a Kolosseumban be tudtok utána venni, valamint a Forum Románumhoz is, illetve a Palatinusban. Ez így egy kombinált jegy, külön-külön nem is tudjátok megvenni igazából, és 12 euróba kerül. Úgyhogy ne a hosszú sorba, menjetek el egy pénztárhoz, és úgy álljatok be a kisebb sorba, ami tűrhető. Valamint, ha nem is akartok bemenni a Forum Románumba, meg tudjátok nézni a két dombról ezt a csodálatos régészeti paradicsomot. Úgyhogy hát gondoljátok át, nézzétek meg, milyen lehetőségek vannak. Én ezt tanácsolom, azért nézzétek meg, mind a kettő gyönyörű. Úgyhogy jó szórakozást! Make it right. Just let me touch you like the first time.